Jelentős kompromisszumokra lehet szükség, hogy Magyarország lehívhassa az uniós forrásokat. Navracsics Tibor ugyanakkor biztos abban, hogy megkapjuk a pénzt. A Népszava viszont arról ír, Magyarország 560 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást veszített, és még többet fog, ha a kormány nem lép. Az MSZP európai parlamenti képviselője szerint az uniós források lehívásához nem kompromisszumokra van szükség, hanem a szabályok betartására. Én meg vagyok róla győződve, hogy létre tud jönni a megállapodás. Navracsics Tibor úgy véli, folyamatosan közelednek az álláspontok, és a megegyezés felé haladnak az Európai Bizottsággal. A területfejlesztési miniszter szerint a kormány időben megküldte a válaszlevelet a jogállamisági kifogásokkal kapcsolatban. Hozzátette, ebben javarészt technikai, de politikai kérdések is felvetődtek. A tárcavezető az Index és az ATV közös podcastjében arról is beszélt, hogy a 14 ezer milliárd forintnyi uniós forrást Magyarország az év második felében kaphatja meg. Ezért cserébe azonban jelentős kompromisszumokra lesz szükség. Akár az is lehet. Ugye a közbeszerzési eljárásnál is, ami most folyik, az egyrészt pontosan annak a tisztázása a tárgyalások során, hogy amilyen kérdéseket a bizottság felvet, azokra úgy tudunk-e válaszolni, hogy az csak tisztázó jellegű, vagy pedig csak úgy tudunk válaszolni, hogy az jogszabályváltozást is megkövetel. Navracsics Tibor a héten az RTL kérdésére szintén optimistán nyilatkozott. A miniszter biztosnak látja, hogy Magyarország meg fogja kapni a koronavírus miatti uniós helyreállítási alap vissza nem térítendő támogatását is. Közben a Népszava arról ír, Magyarország 560 milliárd forint EU-s támogatást már elveszített, és még többet is fog. A lap szerint ugyanis, ha a feleknek nem sikerül hamarosan megegyezniük, akkor Magyarország még a csökkentett összeg 70%-át is elveszítheti. Az MSZP európai parlamenti képviselője kiemelte, más európai országok már hozzájutottak a forrásokhoz. Az európai források hazahozatala szempontjából nem kompromisszumokra van szükség, hanem az uniós szabályok betartására. Évek óta erre hívom fel a figyelmet, a kormányzat oldaláról pedig csak hazaárulózás érkezett válaszként. A Momentum frakcióvezető helyettese szerint 180 fokos fordulat kellene a kormánytól, hogy az unió által szabott feltételek teljesülhessenek. A közbeszerzési törvénynek a módosítása, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, akik bejelentik a korrupciót egy adott esetben, azoknak a védelme. A Momentum úgy látja, szeptemberig kellene megállapodásra jutni a kormánynak ahhoz, hogy év végéig folyósítsák az uniós forrásokat.